A vidék fejlesztésére jutó források legnagyobb szelete, és itt térségünkben is a legjobban várt uniós program a TOP, vagyis a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program. Sokszor elhangzott, hogy megyénkbe közel 100 milliárd forint fejlesztési pénz érkezik majd. A majd pedig, ha még nem is látványosan, de elérkezett, hiszen a pályázati lehetőségek fele már le is zárult. Ezzel pedig eldőlt, milyen fejlesztések lesznek 2020-ig a térségben. Vendégem a stúdióban Sesztály Koszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Régóta beszélünk a területfejlesztési operatív programról. Mondhatjuk azt, hogy már a gyökerektől, hiszen a program kialakulása az az integrált területfejlesztési programból alakult, aminek az összeállítása a megyei önkormányzat feladata volt. Tehát, hogyha végignézzük így visszatekintve az elmúlt két-két és fél évet, akkor azt láthatjuk, hogy helyben kellett igényeket összeállítani, ezt programmá szervezni, ebből utána lett operatív program, azokból pályázati felhívások, amiket most gyakorlatilag az igényt valamikor az elején bejelentők pályázati formában kaptak erre egy választ. Lehet-e egyenlőséget tennie közé? Sikerült-e azokat a fejlesztési célokat beleépíteni a területfejlesztési operatív programba, amik mondhatjuk úgy, hogy a programozás elején fölmerültek a felhasználóktól, vagyis a településektől? Sőt, az integrált területi program előtt volt egy másfajta programozás is, amely 25-30 éves időtávban tekintett át a megye fejlesztési lehetőségeit, de valóban ezek a fejlesztési dokumentumok egymásra épülnek, és hát a végén út, iskola, óvoda, energetikai beruházás, közösségi ház, kerékpárút lesz ezekből a programokból. Mind végig a folyamat, mind összes állomásán viszonyítani kellett a fejlesztéseket az integrált területi programhoz. Csak olyan fejlesztések voltak kiírhatóak, illetve olyan pályázati felhívások voltak, támogatási felhívások voltak megfogalmazhatóak, amelyek ezekhez a dokumentumokhoz igazodtak. Olyannyira, hogy időnként, évente egyszer van lehetőség az integrált területi program módosítására is. Ezt egyébként a megyei közgyűlés kezdeményezte egy jó körülhatárolható esetben az integrált területi program módosítását a jövő pályázati kiírásai vonatkozásában. Az, hogy mennyire volt sikeres a tervezés, ez mutathatja azt, hogy hogyan sikerült a beérkezett igényeket, amik most már pályázatok, a forrásokkal összehangolni. Milyen a meglévő forrásokra milyen igény érkezett be? Jól sikerült-e megtervezni a programot az elején? Arányban vannak az igények és a rendelkezésre álló források? Hát nyilván az adott keretek között, hiszen forrásból sosem lenne elég, de a rendelkezésre álló keretek között. Így van, tehát van olyan támogatási felhívás, ahol 5% a túligénylés, a legnagyobb túligénylés még 47%. Tehát e között a túligénylési százalékok között mozog a program egyes támogatási felhívásainak a teljesülése, illetve a beérkezett pályázatoknak a nagysága. Én azt gondolom, hogy még a 47%-os is, tehát a legnagyobb eltérés is olyan eltérést akar, ami hát kezelhető, illetve lehet jól súlyozni a pályázatokat. Remélhetőleg az értékelők, a pontozók majd elvégzik ezt a munkát, és azt követően újabb döntéshozatalokra is sor kerülhet. Két döntés gyakorlatilag megtörtént. Egyik az egy utas, 4 és 5 számjai utak fejlesztés esetében, a másik pedig a munkahelyi paktumok esetében, legalábbis a megyei munkahelyi paktum esetében megszületett a támogatói döntés is. Még ezekről is egy pár szót fogunk váltani, azonban visszatérve még a források, illetve a rendelkezésre álló lehetőségekre. A 7-13-as ciklusban ugye azt mondták, hogy a pályázati rendszernek nagyon nagy problémája volt, hogy kiírták a pályázatot, és akkor mindenki pályázott mindenre. Tehát nem az igény alapján írtak pályázatot, hanem amire lehetett pályázni, arra mindenki pályázott. És hát ez a 47%-os túligényléshez képest ez a legnagyobb, azért az előző időszakban voltak, amikor 5-600%-os túligénylések is voltak. Beváltotta, vagy be fogja váltani a területfejlesztési operatív program azokat az igényeket, amiket támasztottak vele szemben a települések, hogy ténylegesen decentralizált módon az igényekre szülessenek pályázati felhívások és olyan beruházások szülessenek, amelyeknek van értelme. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy fölöslegesen szökőkutat ne építsünk minden faluba. Hát szökőkút nem fog épülni a programból, és talán 40 cm-es kilátó sem, tehát ebben azt gondolom, hogy jó munkát tudunk végezni, és remélhetőleg olyan támogatói döntések is születnek, amelyek az ilyen anomáliákat kiküszöbölik, és valóban értelmes célokra tudjuk ezeket a forrásokat felhasználni, illetve elkötelni, mert a forrás soksor sem annyiak, mint amennyi a támogatási igény. Én azt gondolom, hogy hazai forrású pályázati
pénzekből, hazai forrású fejlesztési lehetőségekből is kell majd ezekre a célokra áldozni a jövőben, hiszen vannak olyan fontos célok, most szembesülünk vele a megyei önkormányzat is, hogy milyen elmaradások vannak például az egészségügyi infrastruktúrában, méltatlan 21. századi hát ellátási színvonalhoz méltatlan körülmények között dolgoznak házi orvosok, működnek óvodák, közintézmények, kastélyokba, és hadd ne soroljam ezeket mindannyian. Tudjuk, de ezekkel így a pályázati eljárás során szembesülne azért mégiscsak minden alkalommal, hát rosszul esik az embernek. Tehát lesznek még változatlan fejlesztési igények, amelyeket szerintem nem a TOP keretéből, hanem a hazai költségvetési forrásokból kell megvalósítani. Ez válasz is a következő kérdésre, legalábbis részben. Melyek voltak a sláger témák, ha lehet ilyet fogalmazni, területfejlesztés tekintetében? Az egészségügyi alap és infrastruktúra fejlesztése ezek szerint azok közé tartozott, hiszen erre is lehetett pályázni. Mik voltak, amelyek még népszerűek voltak? Szociális alap infrastruktúra, tehát egy olyan nem bennlakásos, hanem olyan forma, amit otthon vannak a rászorulók, és olyan módon látják el őket az önkormányzatok. Energetikai pályázatból azt gondolom, hogy ennél sokkal több pénz is elfogyott volna, még az igényekhez képest is, hiszen volt egyfajta koordináció, igyekeztük mederbe tartani az igényeket. Azt tudom, hozzá kell tenni, hogy 500 támogatási igény érkezett be, és ebből mintegy 100-at gondozott a megyei önkormányzat. Más közféle szervezetek is gondoztak támogatási igényeket, tehát ilyen módon a pályázati folyamat egészére nincsen rálátásunk, de igyekeztünk koordinációs feladatainknak is megfelelni, és mintegy 100 pályázatot ténylegesen a megyei önkormányzat is gondozott, készített elő, töltött fel a pályázati felületekre, tehát némi rálátásunk van magukra a pályázatokra is, illetve a globális számokat azokat a kincstártól megkapjuk, hogy mennyi pályázat érkezett és milyen célokra. Hát mondhatjuk azt, hogy a megyei önkormányzatnak hármas szerepe van, illetve volt a területfejlesztési operatív programban. Egyfelől, mint pályázó is akár színre léphetett, volt is olyan program, ahol ezt megtette, vagy csak ő lehetett a pályázó. Nyilván menedzsment és pályázatírói feladatokat, amiről ön is beszélt, azonban van egy fontos szerepe, hiszen a döntéshozatalban is van súlya a megyei önkormányzat véleményének. Mi ez a szerep, hogyan zajlik most a döntéshozatal, hiszen a pályázatok nagy része már bent van. Mikor kerül ez vissza az önkormányzathoz, és milyen súlya van az önkormányzat szavának ebben a dologban? Döntéselőképző bizottságon keresztül valóban visszaérkeznek hozzánk a pályázatok, és ott a támogatási döntés megszületése előtt hát a megyei önkormányzat véleményének, illetve igenlő akaratának figyelembevételével nem születhet támogatói döntés. Viszont a támogatói döntést nem a megyei önkormányzat, hanem az irányító hatóság hozza meg az összes indikátorvállalás és egyéb körülmény figyelembevételével, de olyan támogatási döntés nem születhet, ahol a megyei önkormányzat támogató szava nincs a dolog mögött, nincs az igény mögött. Azonban van már olyan, amiben született döntés, ott a megyei önkormányzat a fő kedvezményezettje a programnak, talán az egyik legfontosabb terület a foglalkoztatásnak, a legnagyobb programja a megyei foglalkoztatási paktum. Ezen a területen megszületett a támogatói döntés, mi fog történni, hiszen ez egy több éves program, több milliárd forintról szólva. Kell írni dokumentumokat, amelyeket a program elvár, tehát egy olyan tanulmányt, ami megfelel a dokumentum elvárásainak, vagy a programozás elvárásainak, és a megyei önkormányzat működteti azt a programirodát, amelynek mentén végigkövetjük a programot, a kormányhivatal megfelelő munkai szervezete pedig a végrehajtásban segít nekünk. Elnök úr, hát azt hiszem, hogy a foglalkoztatási paktumról és a többi pályázatról is még sokat fogunk beszélni az elkövetkezendő időszakban, mondhatom ezt, hogy években is. Úgyhogy ha valamit ígérhetek, akkor az, hogy elnök úr sokszor fog nálunk járni, és konkrét pályázati felhívásokról, illetve munkáról fogjuk kérdezni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.